Azt gondoltam, hogy csinálunk itt is egy videót egy szürreális helyszínről. Azt kell tudni, hogy mögöttem elvileg egy szerverpark van, amelyiknek már évek óta készen kellene lennie. 12 milliárd forint Európai Uniós támogatást kapott, és elvileg ezen a helyen lenne a magyar államnak minden adata, itt tárolná ezen a helyen. Hát, hogyha megnézzük, egy kicsit jöjjünk körbe és lássuk ezeket a környékeket, ez nem nagyon megy ez a beruházás. Egy szarkofág az létezik, aki nekem szólt ebben az ügyben, azt mondta, hogy mint a csernobili szarkofág. Be vannak deszkázva itt a nyílászárók, úgyhogy itt nem igen van semmilyen adat. Ha kicsit a körben nézünk, azért van itt ilyen, volt itt ilyen építkezés, de ez úgy tűnik, hogy besült. Megkérdezem a magyar államot, hogy hova lett ez a pénz, és mi lesz ebből. Na most, ami ennél viszont fontosabb, hogy egy kicsit körben nézünk, akkor látjuk, hogy itt egy komoly villanydrótok is mennek, és ez jól jelzi a problémát, hogy mi van ezzel, mi ezzel a probléma. Azt kell tudni, hogy ezt az MVM, tehát a Magyar Villamosművek csinálja elvileg 12 milliárd európai uniós pénzből ezt a beruházást, és ez a helyszín azt is szemlélteti, én sem tudtam korábban, hogy ezeken a villanydrótokon információ is áramlik. Egy nagyon fontos része a információ átadásnak, hogy nem csak áramot visznek ezeken a drótokon, hanem információt is tudnak továbbítani, és így a magyar villamosművek hálózata is egy nagyon fontos része a információs infrastruktúrának, tehát a távközlésnek, amin keresztül mennek az adatok. Na most, ami most történik itt napjainkban, kormány mindenféléről beszél, nem tudom, itt ilyen Soros-tel, meg Brüsszel, mindenről beszélünk, és közben szép stikában a 4IG, úgy 4IG nevű cégnek átjátsszák a teljes magyar adattovábbító infrastruktúrát, tehát minden adat rövidesen a kormány szándékai szerint átkerül egy olyan cégbe, és olyan cégen keresztül fog menni, amelyiknek ugye Jászai Gellért, egy kormány közeli üzletember, ugye korábban Mészáros Lőrincnek volt az üzlettársa, az ő kezében lesz ez az egész, megvásárolta már a Digit elképesztő összegekért, ugye egy olyan céget, amelyiknek van 100 milliárdos adóssága és évi 100 milliárdos bevétele, megvásároltak elvileg 200 milliárd forintért. Ezekhez a tranzakciókhoz a Magyar Nemzeti Bank, tehát az önök pénzéből adja a pénzt, és a fő cél bevallottan az, hogy az Antenna Hungáriát is megvásárolja, és onnantól kezdve gyakorlatilag ezzel együtt megvásárolja ezeket az infrastruktúrát, ezt az adat továbbító infrastruktúrát, meg fogja vásárolni elvileg ezt a szerverparkot is, ami az államnak az összes titkát, az államnak az összes adatát fogja tartalmazni. Gyakorlatilag minden egyetlen egy kézbe lesz, onnan nem kell majd Pegasus, kém szoftver, onnantól kezdve ugye az Orbán embere, a Jászai Gellért, korábban Mészáros Lőrincnek a üzletfele, ő lesz az, aki az összes adatot bármikor megnézheti. Egészen durva, tehát mondom, itt csak egy olyan, idézőjelben csak egy olyan helyszínt látunk, ahol egy 12 milliárdos EU-s pénzből kéne működni egy szerverparknak, egy adattároló központnak, hát ez látszólag ugye itt nagyon le van fagyasztva minden, az biztos, elég hideg van, és biztos, hogy nincs benne fűtés, de sokkal fontosabb ez a hely abból a szempontból, hogy felhívjuk a figyelmet erre az egészen elképesztő csalássorozatra, ahogyan egy kis pici magáncég megvásárolja a magyar teljes adattovábbítási infrastruktúrát.